Szoktunk játszani, menni körbe-körbe, sok mindent szoktunk csinálni. Azért szeretek korcsolyázni egyébként, mert szerintem ez egy jó sport. Bíró Zétény és társai sok időt töltenek a paksi jégpályán, a szezon december 10-én kezdődött. Idén is több ezeren látogatták a komplexumot, köztük óvodás és iskolás csoportok. Mivel mindennapos testnevelés van, heti 5-ször, így muszáj valami extrém dolgot mindig berakni a testnevelési órák kicsit színesebbé tételére, és mivel itt van ez a lehetőség Pakson, ezért úgy gondoltuk, hogy januártól február végéig jövünk csütörtökön és péntekenként, első két órába korcsolyázni. Népszerű egyébként a gyerekek körében, nagyon szeretik. A Bobcat már az utolsó karbantartások egyikét végzi. Március 2-án pénteken este 10 órakor ugyanis bezárja kapuit a jégpálya. Az önkormányzatnak a tavasztól őszig tartó időszakban nagyszabású tervei vannak a jelenleg még a paksi atomerőmű tulajdonát képező komplexummal. Mindenről Bana János, Paks alpolgármestere tájékoztatott. A cél az, hogy mindenképpen megszerezzük a tulajdonjogot, és ezután a jégpályának a lefedése megtörténjen. Ezzel ki lehetne nyújtani a működési időszakot egy-két hónappal, és ha kiépülne itt egy melegedő kölcsönző, akkor a paksiak is, illetve a környéken lakók is jobban tudnák kihasználni ezt a sportolási lehetőséget. Az értékesítési eljárás bonyolítja, hogy az adásvétel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-n keresztül történhet. Bana János hozzátette, az önkormányzat a paksi atomerőműnél nyilvántartott értéken kívánja megvásárolni a komplexumot. Az önkormányzatot megkeresték már különböző amatőr sportolók, akik szeretnének ezen a területen akár jéghokit játszani, és természetesen ők is megfizetnék a pályának a használati díját, tehát a bevételeket is növelni lehetne a jövőben azzal, hogyha bizonyos rendezvényekre ki tudnánk adni. Látni azt, hogy Szekszárdon azért nagyon jó ki tudják használni a jégpályát, különböző rendezvények vannak a jégfarsangtól kezdve az egyéb sportolási lehetőségek, Pakson is ezt szeretnénk megvalósítani. A jégpálya befedésének tervezése az adásvételt követően kezdődhet, amely magában foglalna egy melegedőt, büfét és korcsolya kölcsönzőt is. A cél a régióban élő téli sportokat kedvelők maximális kiszolgálása az önkormányzatnak köszönhetően.